A koronavírus járvány miatt egy darabig úgy tűnt, megszűnik a nyelvvizsgázás lehetősége. A vizsgaközpontok törölték az áprilisi időpontokat. Később 4 hazai nyelvvizsgaközpont megkapta a lehetőséget az online vizsgáztatásra, amelyet komoly technikai és biztonsági feltételekhez kötöttek. Szombathelyen is lesz, aki otthonról ad majd számot tudásáról, de a többség már újra hagyományos módon vizsgázhat. A kijárási korlátozás megszűnésével ugyanis vidéken újra megnyílnak a vizsgahelyek. Jelentkező pedig van bőven, mert a tanulás a járványhelyzet nem okozott fennakadást. Egész végig készültem, ugye a szaktanárom ő nagyon kedves, végig segített nekem, úgyhogy a szóbelit azt Messengeren, illetve Skype beszélgetésen szoktuk lebonyolítani. Az írásbeli részét azt pedig át szoktam neki küldeni e-mailben, ő pedig kiavítva vissza szokta küldeni. Azért csinálom meg, hogy pluszpontot tudjak vele vinni, igen, az egyetemre. A kormány döntése értelmében az egyetemi tanulmányaikat befejezők nyelvvizsga hiányában is megkapják a diplomát, de a tapasztalatok szerint emiatt egyelőre nem csökkent a vizsgára jelentkezők száma. Aki felkészült, tehát az osztályomban, és aki nyelvvizsgára készült, ők mindnyájan nekivágnak, mert ha már egyszer belevágtak és elkezdték, akkor szeretnék befejezni, tehát az én vizsgázóim között nincs olyan, aki az engedmény hatására visszalépett a nyelvvizsgától való megmérettetéstől. Szombathelyen az egyik vizsgahely a TIC székháza, ahol 4 nyelvvizsgaközpont is fogadja a jelentkezőket. Itt több hét kihagyás után május közepén szervezik meg az első személyes jelenlétet igénylő vizsgát. Május 16-án esedékes a telt nyelvvizsga. Itt elég magas a létszám, tehát jelen pillanatban 77 fő szeretne telt vizsgát tenni májusban. Ebbe bent vannak az áprilisban bejelentkezettek és a májusi jelentkezők. Áprilisra összesen 44 fő volt telt vizsgára jelentkezőnk. Ők most májusban, ha minden igaz, le tudnak vizsgázni azokkal, akik egyébként is májusban szerettek volna vizsgát tenni. A nyelvvizsgákat az érettségihez hasonló szabályok szerint rendezik, gyakori fertőtlenítéssel, termenként korlátozott létszámmal és maszk használattal. A vizsgaközpontok az elmaradt alkalmak miatt feltehetően pótidőpontokat is beiktatnak majd júniusban. Aki ekkor vizsgázik, gyorsított eljárásban még érvényesítheti pluszpontjait a felvételihez. Az idei könnyítések közé tartozik, hogy a sikeres írásbeli vagy szóbeli vizsga után is jár a komplex vizsgáért más években megszerezhető többletpont.